Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat az átlátszó podcast adásán. Már sokadik alkalommal ülünk itt, de most egy más téma, mint ami eddig elhangzott, viszont egy olyan téma, ami az átlátszó cikkeiben nagyon sokszor megjelent, mégpedig a Gödi akkumulátorgyár ügye. Erre a beszélgetésre Meghívtunk szakértőket, és bemutatkozom először, én is Bodnár Zsuzsa vagyok, az átlátszó munkatársa, egyébként pedig egy civil Gödi Egyesület vezetője, amelyiknek fontos szerepe adódott az elmúlt hetekben. És két meghívott szakértőnket bemutatnám, dr. Bera József, környezetvédelmi szakértő, aki zajvizsgálatokkal foglalkozik, és zajszakértőnek nevezhetjük, és Nagy Lászlót köszöntjük szeretettel, aki vízfelszín alatti vizsgálatokat végzi, szintén környezetvédelmi szakértőként. És technikus kollégánk Bodoki Bence segíti a munkánkat. Erre a régóta tervezett beszélgetésre, Tudni, nagyon sok cikkben tártuk föl az átlátszóban a gödi akkumulátorgyár körüli ügyeket, és tulajdonképpen egy tágabb kontextusba is szerettük volna beilleszteni a problémát, hiszen a kormányzati szándék, hogy minél több dél-koreai és kínai cég jöjjön Magyarországra, és az akkumulátorgyáraikat itt megépítsék, illetve a hozzá kapcsolódó üzemeket bejelentett cél, hogy akkor nagy váljon Magyarország. A Gödi gyár esetében viszont olyan problémákat sikerült feltárnunk az átlátszó segítségével, ami, ami arra utal, hogy azért itt a, az akkumulátorgyárak telepítésével számos van. Most a mostani beszélgetésünk apropóját és aktualitását az adja, hogy nem titok, hogy az egyik Gödi Civil Egyesületnek, a Gödért Egyesületnek is a vezetője vagyok, és a mi egyesületünk vizsgálatot kat rendelt. Mind a gyár zajszennyezése miatt, tehát zajvizsgálatok is történtek, jegyzőkönyvek is készültek a zajhatár illetve víz, felszín alatti vízvizsgálatokra is megbíztunk egy céget, és ennek során három gödik útban olyan mérgező oldószert találtunk, ami esetlegesen a Samsung gyárhoz is köthető. Tehát itt nagyon fontos megemlíteni, hogy, hogy az Egyesület és fontosnak érzi a környezetvédelmét, tehát itt nem ö, kimondottan csak a Samsung gyár ügyét vizsgáljuk, hanem azt, hogy változott-e a levegő, a víz állapota azzal, hogy, hogy megnőtt a forgalom, és egy nagyipari cég oda települt. Én elsőként a Bera Józsefet kérdezném, hogy hogy a zajszennyezés, amit a gyár produkál, az, az, az természetes dolog-e egy ilyen óriási akkumulátorgyár esetében? Lehet-e ellene valamit tenni? Mi az ok annak, hogy ilyen hosszú ideig tart ennek a problémának a megoldása? Mert azt tudjuk, hogy a gyár azért próbálkozik különböző zajcsökkentésekkel, de eddig ez nem vezetett eredményre. Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát természetesnek egyáltalán nem nevezhető. Természetesnek a gyárnéküli helyzet nevezhető. A legutolsó mérések azt igazolták, hogy göd, illetve a göd közelében lévő lakóterületek rendkívül csendesek. Nincs olyan üzemi zajforrás, ami jelentősen megváltoztatná a zaj háttérterhelést. Nappal és éjszaka egyaránt igaz ez a ö, helyzet, és a, a gyár a sokadik méréssel is ö, igazolható módon ö, megváltoztatja a helyzetet, és ö, határérték túllépést okoz. Ö, mindenféleképpen ö, műszaki zajcsökkentéssel kell építeni ezeket az épületeket. Alapvető kérdés, hogy egy ekkora területfoglalású üzemnél, ilyen nagy tömegű épületeknél, ilyen technológiánál, ahol jelentős mértékű és, és jellegében, jellegükben is jelentős zajforrások kapcsolódnak a tevékenységhez, gondolok itt mind a technológiára, mind a épületgépészeti berendezésekre, Csakis műszaki zajcsökkentéssel lenne szabad épületeket építeni és technológiát telepíteni. Itt a zajmérési eredmények azt igazolják, hogy a műszaki zajcsökkentés az vagy nem eredményes, hogyha történik ilyen, vagy egyáltalán nincs is műszaki zajcsökkentés. Most a, a, a hallgatók is nyilván azt kérdezik, hogy amikor megkapta az építési engedélyt ez az üzem, akkor nem szabta el a Magyar Környezetvédelmi Hatóság feltételként, hogy tartsák be azokat az zajhatár értékeket, ami mellett élhetővé válik a lakosság számára, szóval élni tudnak, és nem szavarja őket az ajtát, hogy nem voltak ilyen feltételek, vagy ezeket a gyár nem tartja be? Hát ö, elsőként azt kell tudni, hogy a Hatóságon kívül ö, jogszabály előírja a határértékek teljesülését. Tehát ma Magyarországon hatályban lévő határértékrendelet, a zaj- és rezgés terhelési határértékekről szóló külön rendelet, az mindenki számára kötelezővé teszi, hogy úgy végezzen bármilyen tevékenységet, hogy ezek a határértékek teljesülnek. A hatóság a építési használatba vételi, telepengedélyezési, tehát különböző hatósági eljárásokban, külön határozatban állapíthat meg zajkibocsátási határértéket egy üzem számára. Ez megtörtént korábban, de a rendelkezésre álló iratok szerint hiányos volt ez a határérték előírás, nem azt a területet érintette, ahol a Samsung származó zaj érvényesül. Más szavakkal kifejezve nem a zaj hatásterületre állapított meg határértéket a hatóság. Ezt időközben a hatóság módosította, kiavította a korábbi határozatát a rendelkezésére álló adatok szerint. Az érdekesség az, hogy a hatásterület kiterjedéséről látni kell, hogy több mint 500 ingatlant érint. Tehát rendkívül nagyszámú ingatlanról, épületről beszélünk. Ez a határozat jelenleg hatályban van, tehát a határozatban előírta a hatóság, hogy ezeket a határértékeket teljesíteni kell. Egy nagyon fontos kérdés az ajkibocsátási határérték előírásánál, hogy jogszabály kötelezővé teszi, hogy a határértékeket határért, úgy kell végezni a tevékenységet, hogy ezek a határértékek teljesüljenek. Tehát a tevékenység megkezdésével nem lehet határérték túllépést okozni. Itt a jelenlegi helyzetben van határérték határozat, tehát van előírva kötelezettség a Samsung üzemére. Teljesíteni kellene neki a kötelezettség alapján ezeket a határértékeket, de a mérések alapján nem teljesülnek. Tehát határérték túllépés van. Hát a hatóság részéről megtörtént a kötelezés, ez megfelel a jogszabálynak. A Üzemeltető az elmúlt időszakban történt mérések alapján nem tudott annyit változtatni a tevékenységén, hogy a határérték túllépést megszüntesse. Most részletesen beszéltünk itt a Gödi ügyről, de visszatérnék ahhoz, hogy hogy itt nagyon sok akkumulátor gyár épül, és nagyon sok üzem épül, és Komáromban ugyanez a probléma. És ugyanúgy föltehetjük a kérdést, hogyha a hatóság megállapította, az üzemeltető nem teljesítette, akkor és a lakosok továbbra is szenvednek, és nem alszanak az éjszakai zajtól, akkor mi lehet a következő lépés? újabb döntést hoz a hatóság, megbírságolja a céget? Ezt azért kérdezem, mert a Samsung ödügyár rengeteg bírságot kapott már eddig építésfelügyelettől, katasztrófaidelemtől, munkaügyi bírságot, zaj miatt még nem kapott bírságot, de a bírságok után sem szüntek meg azok a problémák, amik, amik miatt magát a bírságot kiszabták a cégre, néhány millió forintról van szó egy, egy több százmilliárdos bevételű cég esetében. Tehát mi lehet a következő lépés, ha az üzemeltető cég a ható lakosság döntését nem tartja be? Mit tehet a lakosság? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Hát a jogszerű állapot az lenne, hogy a tevékenységét nem is kezdi meg. Tehát azoknál az épületeknél, azoknál a technológiáknál, ahol ő úgy tud csak munkát végezni, úgy tud csak termelési tevékenységet végezni, hogy azzal határérték túllépést okoz, ott ezt a tevékenységet nem kezdheti meg. Tehát nem kaphat az épület, nem kaphat a a létesítmény például használatba vételi engedélyt. Tehát a hatósági hozzájárulással ezt a tevékenységet végezni nem lehet mindaddig, amíg nem igazolja az üzemeltető, és ezt megteheti akár egy próbaüzemmel is, hogy a határértékek teljesülnek. Tehát a jogszerű állapot az, hogy tevékenységet, üzemi tevékenységet megkezdeni csak akkor lehet, hogyha a határértékek teljesülnek. Amikor üzemet épít valaki, üzem létesül, ez egy alapvető jogszabályi követelmény, ez kormányrendelet rögzíti, ez nem lehet megváltoztatni, a jogszerű állapotban mindenkinek így kell csinálni. Az a gond ezeknél a nagy üzemeknél, hogy ha a legelején már kialakul a határérték túllépés, például egy első fázisban létesülő üzemi résznél, és ez a határérték túllépés megmarad, és pluszba épül még üzemi épület, pluszba létesülnek zajforrások, akkor értelemszerűen az üzemnek a zajkibocsátása növekszik. Összeadódnak ezek a zajok, és az összeadódó zaj miatt a határérték túllépés növekedése várható. Tehát csak nagyon konkrét, tervszerű és precízen végrehajtott zajcsökkentéssel lehetne kezelni ezt a dolgot, méghozzá úgy, hogy a korábban megépült üzemi épületeknél is zajcsökkentésre kerül sor. Most itt elhangzott az ön részéről, hogy a következő lépés az lehet, hogy nem kapja meg a használatba vételi engedélyt a cég, csak hogy ugye az átlátszó cikkeiben, az általamér cikkekből kiderült, hogy használatba vételi engedély nélkül működ, dött a gyár több üzemettsége, nem egy-két hónapig, hanem nem tudjuk, hogy meddig. Ugye mi nyolc hónapot mutattunk ki, hogy használatba vétel engedély nélkül működött, és aztán az is kiderült, hogy nem a zajhatár átlépés miatt nem kapta meg használatba vétel engedélyt, hanem a katasztrófa védelmi nem tartása miatt. Most ezt azért említem, mert a, a emiatt, a bírságokat kapott a cég, a katasztrófa szabályok be nem tartás és a használatba vételi engedély nélküli működés miatt, és ezekből a bírságokból kiderül, hogy mérgező és gyúlékony anyagok helytelen tárolása, olyan üzemegységekben való használata, ahol nem voltak tűzvédelmi berendezések, tehát ez fordult elő, és kifolyt olyan mérgező iszap a szennyvízkezelőben, ami miatt milliós bírságot kapott a cég, egy másik alkalommal elektrolit folyt ki, egy harmadik alkalommal az, egy mérgező oldószer a levegőbe kerülve határértéket meghaladóan volt jelen, és ezeket miután a hatóság észrevette, megbüntette a céget. Most ezek a, ezek a mérgező anyagok kikerülése vezetett oda, hogy a, mivel a hatóság környezetvédelmi hatóság ezeket nem ellenőrizte, egy civil vizsgálat során víz vizsgálatra is került sor, csak ugye a gyár területén ezt nem lehet, tehát egy szakértő cég bevonásával, és ez volt Nagy László cége, három gödikút kijelölésre került, ahol megvizsgálták a kutakban lévő vizeket, és még egyszer hangsúlyozom, olyan anyagok kerültek oda, de ezt már mindjárt átadom Nagylászónak a szót, amit az akkumulátor gyártás során is használtak, de nem bizonyította ez az egyszerű vizsgálat azt, hogy a gyárból kerültek volna ki. Minden esetre volt a napokban egy lakossági fórum, ahol a Samsung nyilatkozott arról, hogy ők is vizsgálják, hogy mi lehet a szennyezésnek az oka. Mi állapított meg ez a szakvélemény? Igen, köszönöm szépen a szót, és üdvözlök el is mindenkit. Az Egyesület fölkérésére vizsgáltunk olyan anyagokat, amelyek, tehát nyilvános adatbázisokból is tudva levő, hogy egy ilyen litum gyártnál használatosak. Ezek olyan vegyi anyagok, oldószerek, amelyek a technológiában ugye nagy mennyiségben vannak jelen. Itt most nem fáradszanak a hallgatókat a nevekkel, vegyi anyagok nevével, de ezeknek a komponenseknek a talajvízben való jelenlétét vizsgáltuk. Ugye egyrészt magát a lítiumot, ami az alapja ezeknek az akkumulátoroknak, elemeknek, illetve egy olyan speciális vegyület, amelyet a lítiumnak a betolgozásához használnak föl. Ez egy oldószer. A talajvíz minták vételére, illetve vizsgálatára egy akrétált laboratóriumot kértünk föl. Három olyan családi háznál lévő öntözőkutat mintáztunk, amelyek a talajvíz lefolyás irányában a gyár, illetve a Duna között vannak. Ugye az, ez is szintén nyilvános adatbázisokból tudható, hogy a talajvíz mozgás iránya az egy keletről nyugat felé, tehát a Duna irányába történik és ezek a kutak, ezek 800 ezer méterre vannak körülbelül a gyár kerítésétől. A, a vizsgálatok azt állapították meg, hogy kettő, igazából két anyagot vizsgáltunk, ez a lítiumot, illetve az oldószert, jelen vannak a talajvízben. A mért értékeknek a, a minősítése, hogy most ez ez most kockázatos, vagy nem kockázatos, vagy, igazán ez a miért érték, ez, ez, mit jelent. Ezt, ez, egy, ez egy további vizsgálatnak lenne az alapja, vagy célja, ugyanis magyar jogszabályokban talajvízre határértékek nincsenek se a litiumra, sem erre az oldószerre, hanem a magyar jogszabályok egy nagyon szépen levezetik azt, hogyha egy kockázatos anyagot találunk talajvízben, akár egy mintában is, akkor erre a hatóságnak egy, egy vizsgátot kell elrendelnie. Tehát ebben az esetben a, a felszínelte vízzel kapcsolatos kormányrendelet alapján tényfeltárást kellene lefolytatni. A tényfeltárásnak a, 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 a tartalma egyrészt kivizsgálni azt, hogy ez a szennyezőanyag anyag milyen humán egészségügyi, illetve környezeti kockázatot jelent azon a helyen, ahol ezt föltárták illetve a forrását megkeresni, hogy honnan származik. A lítium esetében ott nem egyértelmű a, a forrás, mert ugye a lítium az, az, egy természetes elem, egy alkáli földfém, ami igazából bárhol előfordulhat. Most az, hogy itt éppen ez a koncentráció, mire ugye mondom, nincs jogszabályi határérték, ez most sok vagy kevés, ezt egy, ez egy kockát lehetne meghatározni, illetve magát a, a genetikáját, egy ezek geológiailag geokémiai szempontok, geokémiai okai vannak annak, hogy, ennek itt, hogy ez itt van, vagy pedig vagy tényleg valamilyen humán antropokén hatás. az oldószer az, az viszonylag egyértelmű, mert miután a természetben ilyen oldószerek úgy magaktól nincsenek, tehát ez egy, ez egy vegyipari termék, amelyet tehát ugye azt is tudjuk, hogy itt a környéken hol használják, vagy hol használhatják, ezért ennek a ennek a forrását, úgy is mondjuk eléggé egyértelműnek tűnik, de mindenképpen ugye ezt ki kellene vizsgálni. Tehát vagy a hatósának, vagy aki erre jogosult ugye Magyarországon, érdemes lenne ezt a tényfeltárást elvégezni. A, az, hogy hogy kerülhetett ez a felszín alatti közegben be ez az oldószer, hát ugye ez lenne a célja a tényfeltárásnak, ennek a megvizsgálása. Nyilván egy ilyen nagy üzemnél, ugye más magyar, illetve külföldi üzemek analógiáján is, ugye itt a csapadék vízzel, illetve a szennyvízzel, ugye valamit kell kezdeniük a gyárnak. A nem ismerem a környezeti engedélyét a gyárnak, csak feltételezem, hogy nyilván ott elég jól le van szabályozva az, hogy a szennyvíz, ipari szennyvíz, illetve a kommunális szennyvíznek a kezelés az valószínűleg zárt rendszerben történik. A csapadékvíznél fordulhat olyasmi elő, hogy a, vagy a gyáron belül, vagy valahol ott a gyár környéken elszikasztják ezeket a csapadékvizeket, ami igazából logikus, mert hát a leeső víz, azt, ha tiszta és nem tartalmaz semmilyen anyagot, ami a felszánték közöket veszélyeztetni, hogy nyilván elszikasztató. E, ilyen esetekben, ilyen vegyipari üzemeknél, vagy olyan, olyan üzemeknél, ahol e, nagyobb mennyiségű vegyi anyagot használnak fel, mindenképpen e, e, megosztott rendszerű csapadékvízkezelés szokott e, lenni, azt szokta elérni a hatóság. E, még egyszer mondom, nem ismerem a gyárnak a, az ilyenfajta technológiát, de a tetőfölleti vizek esetében, ahol, ahol nem lehet kontaktus a gyári technológia, illetve a, a csapadékészköt, azt egy elvászott rendszerben, azt, azt nyugodtan el lehet szikasztani a felszíni közegbe, illetve olyan helyeken, ahol valamilyen tárolás történik, vagy rakodás, vagy a szállítóútónak esetében, azt pedig egy valamilyen vízkezelési technológia után lehet leszikasztani, megfelelő kontroll mellett kontroll alatt értem azt, hogy a kibocsátott szennyvíznek ugye eleve már a vízjogi engedélyben szabályozott paraméterekkel kell rendelkezni, illetve a szikasztásnak a hatását szintén itt a felszínti vizek védelméről szóló jogszabály szerint monitoringozni kellene, vagy kell. Ez azt jelenti, hogyha úgynevezett K1-es típusú kockatos anyagot szikasztanak el, vagy olyan anyagot, csapatékot szikasztanak el, ami érintkezhet ilyen anyagokkal. Ott elég szigorú előírások vannak arra, hogy milyen feltételekkel kellett elszikasztani ezt a föltani közökben. Most a, a Gödi önkormányzat két nappal ezelőtt, tehát a felvételünk előtt két nappal ezelőtt tartott egy lakossági fórumot, amire meghívta a Samsung képviselőit. Ahol az hangzott el, hogy számukra nincsen ilyen monitoringozás előírva a felszín alatti vizekre, amit nehezen fogadott a helyi lakosság. Illetve, és akkor azt kérdezem is öntől, hogy arra lehet -e a adni, a lakosok azt kérdezték hogy ez egyedi eset lehet vagy 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 folyamatos szennyezésnek vannak kitéve a lakosok tehát hogy vagy ez csak egy tényfeltáró vizsgálattal lehetne felderíteni igen, tehát egyértelműen igen. igen. Tehát egyértelműen csak azt tudom mondani, hogy egy feltárás tudna ezt kimutatni. Ugyanis most ez a 800 ezer méter, amilyen messze mértük a gyártól ezeket, a, ezeket az anyagokat a talajvízben, ez akár lehet az is, hogy egy, egy egyszeri haváriának, a, a havári által okozott szennyező frontnak a front, tehát azt, azt mértük, hogy most érte éppen oda el ez a szennyező font, de viszont az is elképzelhető, hogy folyamatos utánpótlással rendelkező szennyezésről van szó, de ezt úgy tudnánk csak igazolni, hogyha ezen a 800 ezer méter és a gyár közötti területen is több figyelőpontot tudnánk létesíteni, lehetne létesíteni, meg lehetne nézni akár egyszer-kétszer a talajvíznek az állapotát, és akkor az időbeli lefolyását is látnánk ennek a szennyezésnek. Tehát mindenképpen modellezni lehetne azt, hogy ez honnan jöhetett, merre tart. Elegendő lenne erre az egy anyagra, ugye ezt az anyagot választották ki, de hát amiből, ebből a mérgező oldószerből évente több ezer tonnát használ az akkumulátorgyártáshoz a cég, de ugye van itt elektrolit is, illetve rengeteg olyan vegyület, amiből ugyanígy több ezer tonna, és amit az előbb említett katasztrofaidemi bírságoknál kifolyva találtak, és ott fel is sorolja a bírság, hogy rákkeltő és egyéb toxikus anyagok. Tehát, hogy ezekre is ellen érdemes lenne vizsgálni? Persze, tehát, hogy ugyanis is felsorolta ezeket a katasztrófavédelmi eseményeket, vagy katasztrófavédelmi eseményeket. Itt mindenképpen az látszik, hogy többször jutott ki olyan kockázatos anyag a természetbe, akár ez a gyárterület is, ahol bekerülhetett akár a csapadékvíz rendszerbe, vagy akár a légkörbe kerülhettek ezek az anyagok, amelyek aztán kiülepedve, illetve beszivárokba a felszínati közegbe okozhatnak, okozhattak különböző környezeti problémákat. Nyilván, mert érdemes lenne azt, azokat a, gyártás során használt anyagokat mérni, vizsgálni a talajvízbe, illetve a gyár környezetében, amelyek ugye felsorolva is lettek ezekben a katasztrófikus határozatokban. Ön az előbb említette, hogy a környezetvédelmi engedély a gyárnak nyilvánvalóan ezt megszabta, ami szükséges a védelemhez, csak hogy ugye úgy tudjuk, hogy mivel a környezetvédelmi hatóság azt állapította meg minden egyes építési engedély kiadásánál, hogy nincs jelentős környezeti hatás, ezért környezetvédelmi engedélyt megszerzését sem írta elő. Tehát nem készült részletes környezeti hatástanulmány a gyár építése során. Ugye most a második üzem esetében várható az, hogy egy, 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 egy újabb engedélyezési eljárás indul. Na, ö, véleményüket kérdezem azzal kapcsolatban, hogyha mivel nem egy akkumulátorgyár épül ugye Magyarországon, hanem Komárom mellett is bővül a dél egy másik dél cégnek a gyára, illetve Ina Iváncsán is épül, a legnagyobb majd ott fog épülni. Tehát, hogy miként vélekednek arról, hogy, hogy környezetvédelmi engedély megszerzésére, vagy a hazai jogszabályoknak ezt elő kellene írni ezeknek a gyáraknak a megépítéséhez. Tehát, hogy önök hogy látják ezt, hogy ez segítene esetleg az ilyen fajta gyanúk és zaj és egyéb szennyezések felmerülése, elkerüléséhez? Én inkább azt mondanám, hogy egységes környezethasználati engedélyezés hatája alá kellene az akkumulátorgyártást vonni. Tehát magát a tevékenységet. Ez mit A, technológiát, a hatásvizsgálaton kívül, illetve amellett egy további környezetvédelmi szempontú engedély megszerzését jelenti. Egységes környezethasználati engedélyben, de van a nevében, hogy minden szakterületre kiterjedően ad a hatóság egy olyan engedélyt, amiben meghatározza a tevékenységnek a, a korlátait, a, a szabályait, előírja a kötelezettségeket, előírja a kibocsátási határértékeket, előírja az ellenőrzési kötelezettségeket. A vonatkozó szakterületi jogszabályok alapján egységes környezethasználati engedélyben a hatóság rendszeres ellenőrzéseket írhat elő a egységes környezet használati engedéllyel rendelkező üzemeket a hatóság évente legalább egyszer ellenőrzi. Ezeket az engedélyeket meg kell újítani, általánosságban 10 évre kapják az üzemeltetők ezeket az engedélyeket, de ha tíz évre adja a hatóság az engedélyt, akkor is 5 év elteltével egy felülvizsgálatot kell végezni. Tehát Azért lenne ennek előnye, mert rendszeres hatósági ellenőrzésre kerül sor, kontroll alatt van az üzem, ismeri a hatóság is, illetve ezen keresztül a, a környező lakosság a kibocsátásokat, a környezeti terheléseket. A hatásvizsgálatnál, amennyiben a, a hatásvizsgálatot megelőzően, egy úgynevezett előzetes vizsgálatra kerül sor, ezt jogszabály írja elő, hogy ennek meg kell történnie, akkor az előzetes vizsgálatban ö, meghatározható egy olyan állapot, környezeti állapot, amikor ö, úgy mondjuk, hogy, és a jogszabály ezt így rögzíti, hogy nincs jelentős környezeti hatás. Ha nincs jelentős környezeti hatás, akkor értelemszerűen teljesülnek el a határértékeknek. Értelemszerűen nem lehetnek, nem léphetnek föl olyan kibocsátások, amelyek problémát jelentenek bármelyik környezeti jelen vonatkozásában. Tehát, ha nincs jelentős környezeti hatás, akkor teljesülnek a zajterhelési határértékek az üzem egy akkumulátorgyártás esetében is előfordulhat az az eset, ez nem kizárt, hogy nincs jelentős környezeti hatás, de ezt igazolni kell, bizonyítani kell. A Gödi gyár esetében a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint van jelentős környezeti hatás, tehát téves volt az a megállapítás, Bármi is volt az oka, elképzelhető, hogy nem megfelelő alapadatok álltak rendelkezésre, elképzelhető, hogy a vizsgálati bizonytalanságok miatt alakult ez így, de a, a jelentős környezeti hatás mindenféleképpen fennáll. Ezt vizsgálati adatok bizonyítják. Amennyiben nincs környezetvédelmi engedélye egy üzemnek, akkor az építésnél építési engedélyt kell szerezni. A építési hatóságtól. Ezekben az engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt. A szakterületi jogszabályok alapján különböző módon és jelleggel, de további előírásokat tesz a környezetvédelmi hatóság, illetve ami nagyon fontos, hogy ö, ö, különböző tervezési dokumentációkat kell készíteni. Ilyen például az zajkibocsátás vonatkozásában, hogy ma Magyarországon minden építési engedélyezési eljárásban az engedélyezési tervnek kötelező része a zaj és rezgés munkarész. Tehát ahány épületet épít egy építető, minden egyes épülethez külön zaj és rezgés, tervezési munkarészt kell készíteni. Ennek a munkarésznek feladata, hogy az igazolja, hogy ö, olyan ö, tervezési elképzelés van, és úgy került megtervezésre egy épület, hogy ott nem alakul ki határérték túlépés. Ö, a dolog érdekessége, mert joggal merül fel a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha több épület épül. Ilyenkor a sokadik épületnél úgy kell megtervezni zaj és rezgés szempontból is az építményt, hogy az előző épületeket is figyelembe kell venni. Tehát az üzem, a telephely egészére kell elkészíteni egy ilyen szakági munkarészt. Ez jelent biztosítékot arra, hogy amíg épül az üzem és újabb és újabb zajforrások létesülnek, addig kezelhető lesz a zaj, és a határérték túllépés nem alakul ki. Hasonló eljárást kell -e folytatni légszennyezés szempontjából is a légszennyező kibocsátó források engedélyezésénél. Ebben az esetben is ö, külön minden egyes kibocsátó forrásnál levegőtisztaságvédelmi működési engedélyt kell ö, kérni. De például egy ilyen engedélyezési eljárásban a pontforrás vonatkozásában meg kell határozni az érintett területet, a hatásterületet. Igazolni kell a határértékek túllépését. Tehát, en, tehát a, a szakterületek analógiájára működnek ezek a, a dolgok. Ö, Hát ez minden üzemre vonatkozik, nem csak a gödire, vonatkozik a komáromra is, meg az imáncsaira is. Ez a veszély, hogy határérték túllépések alakulnak ki, és jelentős környezeti hatás alakul ki, ez mindegyik üzemnél fennáll. Én azt gondolom, hogy nem törvényszerű, hogy kialakuljon, megfelelően kell építeni mindegyik üzemet. Igen, de annyit vetnék közbe, hogy mivel ezek a akkumulátorgyárak és ezen kívül több ezer beruházás Magyarországon, úgynevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, ami az engedélyezési folyamatokat felgyorsítja, az egy ilyen folyamatosan művülő üzem esetében nem eleve akadálya annak, hogy kellően felmérjék a... Hatásukat? Tehát a felgyorsított engedélyezés, ami, ami, egyébként megakadályozza, hogy, hogy, hogy egyáltalán észrevételeket tegyen akár a lakos, akár az önkormányzata tekint, tehát az kiadása előtt. Hát maga az eljárás felgyorsítása nem módosítja a környezetvédelmi szakági jogszabályokat. Tehát azzal, hogy felgyorsítunk egy engedélyezési eljárást, a zaj és rezgés határértékeknek ugyanúgy teljesülnie kell. Azzal, hogy felgyorsítunk egy engedélyezési eljárást, nem lehet okozni a föltani közegben olyan hatásokat, amikor szennyező anyagok jelennek meg, amelyeknek nincs ott a helyük. Kimutatható koncentrációban nem jelenhetnek meg szennyezőanyagok. A, a zajterhel, zajkibocsátási határértékeket, amelyeket előír a hatóság határozatban egy üzem számára, azt nem lehet túllépni. Egy felgyorsított engedélyezési eljárásban lehet nemzetgazdaságilag kiemelté minősíteni egy ilyen beruházást, de a zajkibocsátási határértéket határozatban a hatóság köteles előírni az üzem számára, amennyiben az ő hatás területén zaj ellen védendő ingatlanok vannak. Tehát ezek a jogszabályok nem módosultak, ezek nem vártak semmiség. Igen, de és akkor, bocsánat, hogy közbeszólok, csak ugye itt nem csak a zaj a probléma, hanem, a, hanem a, ahogy említettem, a, a katasztrófavédelmi előírásoknak az oly módon való megsértése, hogy, hogy tűzvédelmi megfelelő berendezések nélkül működött a gyár, és a a, a gyárnak a nyilatkozott étele során azt hangzik el, hogy nekik nagyon gyorsan kellett felhúzni ezeket az új gyártóegységeket, azért nincsen tűzvédelem a modulcsarnokba, és tárolnak ott több száz tonna anyagot, mert elvileg ők már megkérték az engedélyt arra, hogy ott is tárolhassanak, de még nem kapták meg. Tehát kimondottan arra való hivatkozással követik el azokat a bírság tágolandó cselekményeket, amik, amik, esetében a gyorsaságra hivatkoznak, hogy, hogy ők ugye megkapták ezeket a, vagy a, a szakhatósági hozzájárulásokat, azért, mert nekik gyorsan kell megépíteni az új járegységet. Tehát értem én, hogy, hogy elvileg előírja a szakhatóság, akkor ezt be kell tartani, de ha nem tartják be, akkor meg úgy tűnik nincs következménye. Itt egy bizonyos mértékben félreértelmezik páran ezeket a jogszabályokat. Azzal, hogy nemzetgazdaságilag kiemelté nyilvánítunk egy beruházást, nem azt jelenti, hogy kötelezővé tesszük a építetőnek vagy a beruházónak, hogy nagyon-nagyon rövid időn belül, nagyon gyorsan építse meg, amit ő szándék szeretne megépíteni. Tehát ezeket a határidőket, ezt a gyorsaságot egy ilyen nemzetgazdaságilag kiemelti nyilvánítás, ez nem írja elő. Tehát itt, itt a a, a különböző kapcsolódó tevékenységek, de hogy egy veszélyes anyagot tárolni kell, ezek vonatkozásában a, a jogszabályok nem változtak, a kötelezettség nem változott. Gondoljunk csak bele, ha történik egy baleset, Történik egy olyan helyzet, amikor katasztrófa elhárítási feladatokra van szükség, akkor bizony nagyon nagy baj alakulhat ki. Nem lehet visszahivatkozni, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, nemzetgazdaságilag nem emelhetünk ki olyan beruházást, ami egyébként katasztrófa védelmi szempontból gondot jelent. Tehát ezeket a szabályokat azért találták ki, hogy ne történjenek olyan balesetek, ne történjenek olyan környezeti kibocsátások, amelyek átmenetileg, vagy akár tartósan valamilyen környezeti kárt okoznak. Esetleg emberek egészségét veszélyezteti mert sem a munkavállalók egészségét nem lehet veszélyeztetni, sem a lakosság egészségét nem lehet veszélyeztetni azáltal, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt egy beruházás. Úgyhogy nem lehet semmisé tenni azokat az előírásokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan végzünk egy adott tevékenységet. Ha veszélyes anyagot tárolunk, akkor a veszélyes anyagot úgy kell tárolni, elhelyezni, hogy ott ne keletkezzen tűz ne keletkezzen olyan kifolyás, ami veszélyezteti a környezetet, ne károsodjon az embereknek az egészsége, és ezt a hatóság továbbiakban is köteles ellenőrizni, hiszen az emberek megbíznak a hatóságban, és azt várják, hogy a hatóság az ő nevükben járjon el úgy, hogy nyugodtan alhassanak, vagy nyugodtan dolgozhassanak. Tehát ez a nemzetgazdaságilag kiemelt státusz, ez nem írta fölül, az egyébként Magyarországon hatályban lévő jogszabályokat és kötelezettségeket. Ugyanakkor, a, amikor kiemelnek nemzetgazdasági szempontból egy-egy beruházást, akkor hát azt, azért azt, azt, tud, azt tudják önök is, hogy akkor ezekben a kiemelő rendeletekben adott esetben egyedi építési, beépítési szabályok történhetnek, a zöld felülete arányát egyedileg állapítják meg, a magasságot egyedileg állapítják meg, a beruházó igényeihez szabva, de elfogadom, hogy ön azt mondja, hogy ettől függetlenül a meglévő hatályos jogszabályokat, környezetvédelmi szempontból meg kell tartani. Elképzelhető ez egy új dolog, új hír, hogy a környezetvédelmi minisztériumra való törekvés, az nem sikerült, ugye sokan kezdeményezték ezt, hogy állítsák vissza a környezetvédelmi minisztériumot, és ugyanakkor történik egy változás az új kormány felállásával, és az Agrárminisztérium helyett az Ipari és Innovációs Minisztériumhoz kerül a környezetvédelem. Ez kedvező vagy kedvezőtlen hatással lehet esetleg az ilyesfajta környezetvédelmi helyzetek megítélésére, vagy problémák megítélésére. Véleményüket kérdezem, hogy mit gondolnak. Hát nyilván nem. Nem? Tehát azt kell <laughs> mondanom, hogy attól, hogy egy környezetvédelmi hatóság megfelelő jogszabályi környezetben és megfelelően jogilag tisztázott feltételek mellett működik, ugye nem kellene, hogy az ipari lobby, vagy is mondjam, <coughs> befolyás alá kerüljön. Tehát én nekem az a véleményem, és én remélem, ez így is marad, hogy attól, hogy az ITM-hez kerül a környezetvédelmi hatósági ügyek, ettől még ugyanolyan pártatlanul tudnak eljárni bizonyos ügyekben, mint hogy eddig is tették. A, a, az, hogy bizonyos esetekben hmm. a kiemelt népgazdasági, a kiemelt beruházás esetében a hatóság vagy dönt, hogy dönt, ugye ez mindig egyedi elbírálás alá esik, ahogy itt a Bera kollega is elmondta, a környezetű engedélyeztetés több lépcsős. A vonatkozó kormányrendelet Ugye úgy fogalmaz, hogy olyan esetekben, ami a jogszabályilag nem esik egyből az egységes környezet használati engedélyeztetési eljárás vagy a hatásvizsgálati eljárás alá, egy úgynevezett előzetes vizsgálati eljárásban kell bemutatni az építetőnek, a beruházónak, a hatóság felé, hogy milyen környezeti terheket, fog majd róni a környezetére, az a, a maga, maga az építési munka, maga az üzemeltetés. És akkor a kormány, ugye most a kormányhivatalok alá van rendelve a környezetvédelmi hatóság, eldönti, hogy ezek, a, ezek az igazolt vagy bemutatott hatások, ezek tényleg, ezek jelentős környezeti hatások, vagy nem. Tehát a, a, amilyen dokumentumokat, adatokat, adatokat kap a hatóság, ugye abból tud dolgozni. A későbbiekben, amikor az üzemeltetés során ugye bizonyos akár határát érték vagy, vagy olyan volumen vagy oly, olyan technológiai változások következnek be, ami alapján maga a, az üzemnek a tevékenysége már egy, egy szigorúbb elbírlás alá esik, akkor a hatóságnak joga van, sőt kötelessége, hogy akkor ezt egy, egy felülvizsgálattal revidiálja korábbi döntését, és akár össze, mint itt, amikor összevont tevékenységek zarnak, mint a gödön is, hogy több lépcsőben épül meg, különböző üzem, üzemi technológiák létesülnek, akkor azt is a hatóság jogosan mondhatja, hogy most összevonja ezeket az a beruházásokat, ezeket a technológiákat, a tevékenységeket, és akkor egy együttesen felülvizsgáltatja esetleg a gyárral, hogy akkor most ezek együttesen okoznak olyan környezett amely már esetleg egy hatásvizsgálat vagy egy egységes környezethasználat engedély hatája alá sorlandó lenne. Tehát én azt mondom, hogy a, a, a hatóságok kezében megvannak az eszközök, meg, meg a jogszabályok is megvannak arra, hogy akár szankcionálják, vagy bekényszerítsék ezeket a, az üzemeket, vagy magát a technológiákat egy bizonyos feltételrendszerbe, és megfelelő monitoringgal ellenőrizik az ő tevékenységüket ez döntés és határozás, elhatározás kérdése. Ha a hatóság nem végzi esetlegesen a feladatát, mondjuk most volt egy ilyen a visszanyezés ügyében, hogy egy tényfeltáró vizsgálatot kellene folytatni, hogy honnan, hogy, hogy, hogy honnan került ez az anyag a Gödik utakba, hogyha ez a hatósági vizsgálat nem történik meg, akkor, akkor mit lehet tennie az ott élő embereknek tovább félni, vagy, vagy maguknak kell egyfajta monitoring rendszert a saját pénzükből kiépíteni, tehát hogy mit, mit, tud tenni a helyi lakos. Uh -huh. hát ugye, Magyarországon itt a, a másodfokú környezeti hatóság, mint ilyen nincs, tehát a bíróság az a következő státusz, és stádium. Tehát, hogyha lakosságé, vagy valamilyen közérdekű jelentés a hatóság nem teszi meg azt a tőle elvárható kivizsgálást, vagy nem, nem végez olyan tevékenységet, ami, amit a, ami a lakosságot megnyugtatná, hát akkor csak a bírósághoz lehet fordulni, tehát igazságszolgáltatási eljárásba kell rátvinni ezt az ügyet. Ugye itt egyáltalán nem tudtuk, vagy nem tudta ez a szakértői vizsgálat, csak felvetette, hogy esetleg a, a Samsung akkumulátorgyárban használt anyag az, ami a kutakba került. Meglepő módon már a koreai Sajtóban, több médiumban megjelent ez a hír, hogy NMP-t találtak Gödi kutakban, megnevezték a szakvizsgálatot elrendelő egyesületet, és egy olyan mondat fogalmazódott meg, hogy az áratóan súlyos terhet ró a Samsung SDI. Rá, amelynek a második üzeme befejezés előtt áll. Tehát maga a cég az, az, esetleg, hogy a hírnevét megvédje, nem tud végeztetni olyan vizsgálatokat, mert hogyha most, ha azt mondjuk, hogy a hatóság eddig nem nagyon tette, vagy minden, minden esetben tette a dolgát, akkor esetleg abban lehet reménykedni, hogy a, hogy a, maga az üzemeltető cég az, az, az finanszíroz ilyen vizsgálatokat? Hát a, a, a törvénynek a nemzet 12-es paralapusa, illetve az Árpuszi Egyezmény is ö, igazából kötelezi ezeket a cégeket arra, hogy a nyilvánosság felé transzparensen dokumentálja a tevékenységét, és az ilyen környezeti hatásokat, vagy, vagy bármilyen a lakosságot érdeklő adatot, információt, azt közkincsét tegye. Egy ilyen esetben, amikor fölmerül egy ilyen probléma, én úgy gondolom, hogy ezt transzparensen és a párbeszéd útján lehetne tisztázni. Hát mindenképpen az a fajta, hogy is mondjam, a múlt rendszerből, ismerős titoktartás, meg, meg titkolódzási mechanizmus, ami, ami ilyen esetben szokott lenni, az, az szerintem káros magára a cégnek az imidzsére is, meg hát a, a, a lakossággal folytatott kommunikációra is. Tehát mindenképpen én, én úgy gondolom, hogy ki kéne állni, bele kéne állni ebbe a, a problémába, ha van a probléma, ha nincsen, de nyíltan föl kellene vállalni azt, hogy akkor jó, meghívni civil egyesületet, vagy meghívni a lakosságnak a képviselőit, akár egy gyárlátogatás keretében is elmagyarázni, hogy mit végeznek, ott milyen technológiák folynak. És hogyha tényleg van olyan technológiai hiba, vagy, esetleg olyan, olyan, események történtek, amelyek, amelyek, kiküszöbölhetőek akár egy, egy üzemeltetési szabályzat módosítással, vagy, vagy olyan minimális beruházással, ami, ami kis pénzt von el, de, de maga annak a PR jellege az olyan, tehát föl lehet fújni gyakorlatilag, tehát mondtam, egy húznak egy, kibetonoznak egy árkot, vagy, vagy, vagy betesznek egy olyan vízkezelő berendezést, amit a néhány millió forintból, vagy 10 millió forintból is megoldhatod, viszont ugye ezt, ezt egy média kampányban ezt elég felfújják, és a lakosságot tájékoztatják, akkor ez egy, ez egy, pozitív lehet a gyár megítélésére is. De az, hogy, az, hogy nem mondnak adatokat, titkolóznak, és, és próbálják elkenni a dolgot, az, az mindenképpen egy negatív hozzáállást bizonyít. Nem tudom, hogy van-e még, ami gondolat eszükbe jutott, hogy hozzá tennének ehhez. Én mindenféleképpen azt mondanám, hogy környezetvédelmi szempontból nincs értelme a titkolózásnak a környezeti hatások azok vizsgálatokkal mindig kimutathatók, és a vizsgálat elvégzése az nem kötődik szorosan az üzemeltetőz, vagy akár a hatósághoz. Hát értelemszerűen nem a lakosság feladata elvégeztetni, vagy elvégezni ezeket a vizsgálatokat, de, de ilyen jellegű mintavételezést a lakosság is meg tud csináltatni, hiszen ad egy megbízás szakértőnek. Tehát ha ott van a szennyezés, és van lehetőség a vizsgálatra, akkor az bármikor kideríthető. Tehát a titkolózásnak abszolút -e nincsen értelme. A párbeszédnek van értelme, és az őszinteségnek van értelme. Én úgy ítélem meg, hogy ezeknél az üzem létesítéseknél ezek a környezeti helyzetek kezelhetőek. Ezek pénzbe kerülnek nyilvánvalóan, hiszen semmi sincs ingyen, de erre rá kell fordítani azokat az erőforrásokat, pénzügyi kereteket, amelyekkel kezelhetővé válik. Egy-egy ilyen helyzet, és megszűnik maga az a kibocsátási szint, az a, az a szennyezőanyag kibocsátás, vagy akár a zajkibocsátás, ami a lakossági panaszra okot ad, kérdésekre ad okot, illetve ami alapján azt mondhatjuk, hogy ezt az üzemet nem sikerült megépíteni a magyar jogszabályok szerint. Tehát kerülni kellene ezt a helyzetet. Egyébként visszautalva a kollégám szavaira, egy ilyen helyzetben, illetve ezekben a helyzetekben nagyon sokat segíthetne egy környezetvédelmi minisztérium. Csak a környezetvédelmi minisztériumra nem úgy kell tekinteni, mint ellenség, hanem úgy, mint a gazdaság támogatójára, aki tanácsadó szervezetként megfogalmazza azokat a szempontokat, amelyeket fölhasználhat a társminisztérium a döntéseinél. Tehát főleg ezeknél a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásoknál, és nem csak a, a, a Samsung gödi üzeme, vagy a hasonló üzemek tartoznak ide, hiszen a nagy ö, útberuházások is ide tartoznak például, vagy a vasúti beruházások ide tartoznak. Ö, hasonlóan számos konfliktus helyzetet ö, hordoznak magukba. Hát ezeket a konfliktus helyzeteket meg lehetne előzni. Csak gondolkodni kell egy kicsikét. Ö, nem törvényszerű, hogy minden alkalommal vagy minden érintett környezetben hasonló környezeti hatások alakuljanak ki. Ma már rendelkezésre állnak technológiák, környezetvédelmi technológiák, olyan műszaki technológiák, amelyek alkalmazásával problémamentessé tehetünk egy-egy egy beruházást. Nagyon szépen köszönöm a, az elhangzottakat önöktől. Én nekem muszáj azzal zárnom itt a Bera József gondolatánál, a, hogy a kiemelt beruházásokról azért az átlátszóban a K-monitor segítségével készítettünk egy térképes összefoglalót. Nagyon sok, több ezer ilyen beruházás van, és ivari a, 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 beruházások esetén ez az értelemszerű, józan parasztészsel felfogott cél, hogy ne legyen konfliktus a lakossággal, érthető, de nagyon sok olyan turisztikai beruházás történt ugye a Fertőtónál, a Balatonnál, ahol ahol kimondottan úgy tűnik, hogy, hogy a környezetvédelem az csak akadály abban, hogy megvalósuljon egy-egy építkezés, és, és hiába hívták fel a helyi lakosok a figyelmet a problémára, és hiába küzdenek az ellen, hogy megóvják a természetet. Még egy dolog, amit itt a Nagy László szavaihoz kapcsolódnék, hogy bírósághoz kell fordulni. Ugye ezt Tette a Gödért Egyesület is, és a kérem adott vízmonitoring adatokért bírósági per van folyamatban, aminek június 3-án lesz az első tárgyalása, úgyhogy erről majd az átlátszó is be fog számolni. Hogy, és invitálja is egyébként a hallgatóit arra, hogy figy kövessék figyelemmel azt, hogy hogyan sikerül elérnünk a, a transzparenciát és az adatoknak a közzétételét, akár azon az áron, hogy, hogy bírósági perrelé citáljuk az adott hatóságot, amelyik nem adja ki az adatokat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a szakértőinknek a részvételt és a hallgatóinknak, hogy figyelemmel követték a beszélgetésünket. Köszönjük. Köszönjük szépen, és köszönjük.